A koronavírussal kapcsolatban összegyűjtöttük a legfontosabb információkat. A város is szigorúan követi az operatív törzs utasításait. Arra kérünk mindenkit, hogy hiteles információkért a koronavírus.gov.hu internetes oldalról tájékozódjanak. Ezt az egy információs vonalat kövessék, mert ez mindig hiteles és követhető. Március 13-ára 19-re nőtt a Magyarországon diagnosztizált új koronavírussal fertőzöttek száma. A hozzátartozók mától egyszerűen kiválthatják a hozzátartozójuk gyógyszerét. A héten jelentették be, hogy a koronavírus elterjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken csütörtökre és péntekre kétnapos oktatásmentes időszakot rendeltek el. Március 16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünet lesz, azt követően pedig távoktatás. A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszély helyzetre tekintettel péntektől felírási igazolás nélkül is kiváltható a hozzátartozó gyógyszere. Ez a papír alapú és az e-receptre is igaz. Így nagyon könnyen tudunk segíteni az idős, beteg hozzátartozóknak, hogy kiváltsuk nekik a gyógyszereket. Az időseket arra kérik, hogy lehetőleg maradjanak otthon, ne menjenek a patikába és kerüljenek minden olyan helyet, ahol sokan vannak. Az eddigi adatok alapján ugyanis a megbetegedés súlyos formája elsősorban őket érinti. Gyorsan terjed a közösségekben és intézményekben. A leggyakoribb tünetek közé tartozik a láz, a fáradtság, valamint a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, ordugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés és légszomj. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. A vírus emberről emberre terjed. A lappangási idő a jelenlegi adatok szerint legalább 5-6 nap. Mivel a vírus nagyon gyorsan terjed zárt közösségekben, fontos az alábbi teendők betartása. A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori alapos szappanos kézmosás. Tartsák és tartassák be az úgynevezett köhögési etikettet. Papír zsebkendőbe köhögjünk, tüsszentsünk, a használt zsebkendőt dobjuk ki, majd mossunk kezet. Szellőztessenek gyakran. A közösségi rendezvények megtartása mérlegelendő. Kiemelten fontos, hogy napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, amelyeket kézzel gyakran érintenek. Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkoholbázisú gyors fertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatók. Koronavírus fertőzés gyanúja esetén bárki otthoni vagy kórházi karanténba zárható, illetve karantén központban helyezhető el, ellenkezés esetén akár rendfenntartó erők igénybevételével is. A tiszti főorvos március 8-ától Magyarország valamennyi fekvőbeteg ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatás nyújtó intézményében látogatási tilalmat rendelt el az új koronavírus miatt. A tilalom 8-ától visszavonásig érvényes. Minden megyében és a fővárosban is plusz kocsikat állított szolgálatba az országos mentőszolgálat, hogy biztosítsák a koronavírus fertőzés gyanúja miatt kórházba szállításokat. Kövessék az operatív törzs mindennapos információit a koronavírus.gov.hu oldalon. Ha valaki fertőzött területen járt vagy kapcsolatba lépett ilyen személlyel, minden esetben hívja az információs zöld számokat. Aki tüneteket észlel magán, ne menjen el házi orvoshoz, hanem telefonon konzultáljon vele a teendőkről. Most pedig tekintsék meg Györfi Pál figyelmeztető videóját. Önnek is érdemes tudnia, néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a koronavírus fertőzés veszélye. Mosson gyakran kezet szappanos vízzel vagy fertőtlenítővel. Tüsszentés vagy köhögés esetén használjon papír zsebkendőt, és azt azonnal dobja ki a szemetesbe. Lázas beteggel lehetőség szerint kerülje a közvetlen érintkezést. A megszokott érintkezési formákat, így a puszit vagy kézfogást érdemes mellőzni. Lázzal járó betegség esetén telefonon jelentkezzen orvosánál. Hiteles és naprakész információkért kérjük, látogasson el a koronavírus.gov.hu oldalra. Tegyünk mindannyian az egészségünkért. Készült Magyarország kormánya megbízásából.